A Fidelitas azt kérdezi Karácsony Gergelytől, hogy valóban a botrányos parkolási szerződések miatt rúgták-e ki a korábbi zuglói jegyzőt. A Magyar Nemzet írt arról, hogy a jegyző 7 millió forintot kapott távozásakor, és titoktartási nyilatkozatot kellett tennie, így nem tudni, hogy valójában miért küldték el. A zuglói polgármester szerint hazugságokat írt a Magyar Nemzet. A zuglói jegyzőt ábrázoló kartonfigurával és egy szimbolikus 7 millió forintot jelképező bankjeggyel tiltakoztak a Fidelitas tagjai a zuglói parkolási botrány és Karácsony Gergely ellen. Szerdán a Magyar Nemzet írt arról, hogy a zuglói polgármester tavaly rendkívüli gyűlésen bizalomvesztésre hivatkozva küldte el az önkormányzat korábbi jegyzőjét, aki éppen akkor volt a kerületben a törvényességűre, amikor megkötötték a milliárdos veszteséget okozó parkolási szerződést. A lap értesülései szerint a jegyzőnek távozásakor titoktartási nyilatkozatot kellett aláírnia, amiért cserébe 7 millió forintot kaphatott. Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke úgy fogalmazott, az eset újabb bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan zugló vezetésére. Valóban 7 millió forinttal tapasztották be a volt jegyző száját? Tényleg azt hitte, hogy a jegyző eltávolítása a parkolási botrány megoldása? Szűnyeg alá akarta söpörni az egész problémát? Ha mindez így van, akkor ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan zugló vezetésére. Ebből egy szó sem igaz természetesen. Karácsony Gergely szerdán tagadta a Magyar Nemzet értesüléseit. A zuglói polgármesteri hivatal pedig közleményben azt írta, helyreigazítást kérnek a laptól, és amennyiben ezt nem teljesítik, bíróságra viszik az ügyet. Karácsony Gergely azt ugyanakkor elismerte, hogy bizalomvesztés címszóval küldte el az egykori jegyzőt, de azt nem árult el, hogy Makranci László milyen ügyben veszítette el a bizalmát. Hát számos ügyben. Például? Számos olyan ügy volt, amikor azt gondolom, hogy változtatnunk kell a jegyző személyén. A zuglói parkolás körüli botrány februárban robbant ki, amikor kiderült, hogy a kerületben két év alatt csaknem 750 millió forint veszteséget termelt a fizetős rendszer. A zuglói vezetés ugyanis a parkolóórák üzemeltetésére egy a szokásosnál lényegesen drágább ajánlatot fogadott el. A gazdálkodásban más zavaros ügyek is felmerültek. A figyelő a lap birtokába jutott dokumentumok alapján arról írt, hogy zuglónak 2 milliárd forintos folyószámla hitelre van szüksége. A helyzet pedig odáig fajult, hogy az egyik ki nem fizetett beszállító adósságrendezési eljárást kezdeményezett az önkormányzattal szemben. Az óriási hitelről a figyelő szerint még a kerület mostani jegyzője, a korábban egyébként az MSZP-nél tanácsadóként dolgozó Papimre is azt mondta, hogy idézem, ez tartja életben Zuglót. Az 500 millió forintnál drágább ingatlanok megadóztatásából építene bérlakásokat Karácsony Gergely. Zugló polgármestere úgy fogalmazott, akinek jobban megy, annak vissza kell adni a közösbe. Itt az ideje tehát, hogy változtassunk ezen a helyen. Minden igazságos társadalomban, akinek jobban megy, az valamit visszaad a közösbe. A magyar társadalom nem ilyen, de ezen lehet változtatni. Főleg azoknak az esetében, akik nem csak egyszerűen a saját tehetségüknek köszönhetik a felemelkedésüket.